Hogyan készült? 52. rész. A Hogyan készült mai adásában. Műanyagpalackok és edények, műanyag koreográfia, ketchupra és gyümölcslére. Levelek. Tudják, hogyan készül, mi elmondjuk, hogyan osztályozzák. Tojás. A gyári termék nem azonos a házival. Kézigyártású fatollak. Így készülnek az egyedi termékek, de elsőként... Amikor almalevet vagy üdítőt vásárolnak, észrevehették, hogy egyre kevesebb terméket töltenek üvegedénybe, és egyre többet csomagolnak műanyagba. A műanyagpalackokat és edényeket könnyebb cipelni, és törött üveget sem kell takarítani. Sok átlátszó műanyagpalack és edény az úgynevezett polietilén tereptalátból, rövidítve PET-ből készül. A PET granulátumhoz automata mixerrel újrahasznosított PET pellyet kevernek. Az újrahasznosított műanyag veszít fizikai tulajdonságaiból, ezért ennek az aránya maximum 10% lehet. A mixerből a PET műanyag fröccsöntőgépbe kerül, ahol 315 fokra melegítik fel. A száraz alapanyag sűrűn folyós műanyagmasszává alakul. Ezt a gép nagy nyomáson egy öntőformába önti. Ezen a műanyag fröccsöntő gépen az úgynevezett nyers darabok készülnek. Más gépek ezeket alakítják később palackokká és edényekké. A kiöntött nyers darabok egy beépített hűtőrendszernek köszönhetően szinte azonnal megszilárdulnak. Az itt látható nyersöntvényekből eldobható gyümölcsleves palackok készülnek. Egy másik fröccsöntőgépen ugyanezzel az eljárással 2 literes palackokhoz készítenek nyers darabokat. A nyers darabok a következő lépésben egy újramelegítéses nyújtó fúvógépbe kerülnek, amely másodpercek alatt képlékeny állagúra melegíti azokat. Egy rúddal hosszirányban megnyújtják, egyidejűleg rendkívül nagy nyomáson levegőt fújnak be, amely a műanyagot a palack alakú fémforma falának nyomja. A fémforma falában áramló hűtővíz szinte azonnal megdermeszti a műanyagot. Ez a villámgyors gép óránként 10.600 palackot készít. Működését is csak lassított felvételen lehet megfigyelni. A kész palackokat szállítógép viszi a csomagolóba. Egyes termékek esetében a nyers darabokat egy kemencén vezetik át. Egy gépkezelő egyenként állítja be az infravörös lámpák hőmérsékletét. Több, illetve kevesebb hő alkalmazásával egy adott területen a műanyag vastagsága és alakja befolyásolható. A kemencéből a nyersöntvény egy másik újramelegítéses nyújtó fúvógépbe kerül, ahol földi mogyorós edénykék készülnek belőlük. Az eljárás a mogyoróvajas edény esetében is azonos. A formázás után a gép azonnal lehűti a műanyagot, amely megtartja alakját. A gyári minőség ellenőrzéshez rendszeresen levesznek egy-egy terméket a szalagról. A szakemberek megmérik a fal vastagságát, és nyomástesztek során vizsgálják szilárdságát. Rögzítik a minta méreteit, töltőtérfogatát és mérik a vákum tűrését is, hiszen az edényeket gyakran vákumban zárják le a töltés után. Bizonyos termékek esetében az edényeknek a nyomást is el kell viselniük, például a szénsavas üdítőitalos palackoknál. A műanyag edényekhez használt újrahasznosított anyag nem használt műanyag edényekből származik.
higiéniai okokból a gyár csak a gyártási folyamatban keletkezett hulladékot forgatja vissza. Az elkészült edények 100%-ban újrahasznosíthatóak, akár csak üvegből készült társaik. Mindegy, hogy a világ melyik részén vagyunk. A levélszekrénybe hulló küldemények hangja mindenütt izgalmat vagy riadalmat kelt, attól függően mit várunk. A mai levélfeldolgozás nagy sebességű művelet, de minden posta, beleértve a kanadait is, a régió postásra támaszkodik. A postaládákból összegyűjtött konténereket teherautók szállítják be. Ezek közvetlenül az automatikus válogatóba kerülnek, mert a méret szerinti osztályozás már megtörtént. Ez a zsákos szállításra nem vonatkozik. Ezeket postai dolgozók ürítik ki, majd a szabványborítékokat az egyik válogatógéphez vezető szalagra teszik, a nagyobbakat pedig egy másik géphez kerülő rekeszbe. A szabványborítékok egy nagysebességű, bonyolult gépre kerülnek, amely először a bérmentesítést ellenőrzi. A bélyegek láthatatlan fluoreszcens anyaga ultraibolya fényben világít. A gép a boríték mindkét oldalát UV-fénnyel szkenneli. A leveleket bélyegzővel látják el, hogy a bélyegeket ne lehessen újra felhasználni. A bélyegző lenyomat tartalmazza a dátumot, az országot és az osztályozó üzem irányító számát. A következő állomás a több pályás optikai karakterleolvasógép. Ez a látványos berendezés óránként 30 ezer levél feldolgozására képes. Egyenként leolvassa és digitalizálja a címzéseket, amelyeket összehasonlít a számítógépes adatbázisban lévőkkel, majd vonalkód formájában a boríték elejére nyomtatja. A bárkódokat egy szkenner beolvassa és elvégzi az előzetes osztályozást. A helyi és régiós címzésű küldemények maradnak. Ezekre egy következő válogatógépen részletesebb osztályozás vár. A többit más postaüzemekbe irányítják. Mi történik, ha ez a fejlett technológia képtelen egy címzést felismerni, mert az olvashatatlan vagy elmosódott? A gép várakoztatja a levelet. A digitalizált címzést pedig a videókódoló rendszerhez továbbítja. Itt egy postai dolgozó kisilabizálja az írást és bebillentyűzi az irányító számot. A levél pedig visszakerül a válogató rendszerbe. Ezután a helyi és regionális küldemények áthaladnak a vonalkódos válogató rendszeren, amely a részletesebb postai járatok szerinti osztályozást végzi. A gép óránként 30 ezer bárkódot szkennel be, és a leveleket az illetékes levélhordó rekeszébe továbbítja. A postás járatonként csoportosítva szektorok szerint címkézi a küldeményeket. Ez alatt a szabványtól eltérő borítékokat egy válogatógép egymenetben bélyegzővel látja el, digitalizálja a címet, felragasztja a vonalkódot, beolvassa a bárkódot, osztályozza a küldeményt és az illetékes levélhordó rekeszébe továbbítja. Ha a címet a gép nem ismeri fel, a borítékot manuális feldolgozásra visszaküldi. Itt a postai dolgozók nem csak az olvashatatlan címekkel törődnek. Ők válogatják ki a külföldre szánt küldeményeket és azokat, amelyek vastagságuk vagy súlyuk miatt géppel feldolgozhatatlanok. A küldeményfeldolgozás és kézbesítés során a dolgozók állandóan keresik az alulportózott küldeményeket. Ezeket visszaküldik a feladónak. Ezek a kanadai levélhordók a járatukban utca és házszám szerint osztályozzák a postát. Ha gyalog járnak, megpakolják a táskájukat és elindulnak.
A többit egy teherautó szállítja a járat vonalán lévő lezárt ládába, amelyből a levélhordók akkor veszik ki a maradék kézbesíteni valójukat, amikor odaérnek. Léteznek járműves járatok is. Ezekben a levélhordók furgonnal szállítják a postát. A kanadai telekre gondolva ez nem is rossz megoldás. A hogyan készült folytatásával. Étkezési tojás, tojóházi tömegtermelés. Egyedi gyártású fatollak. Tartsanak velünk a szünet után is. Üdvözöljük Önöket újra a Hogyan készült műsorában. Nem sokára megismerjük, hogyan készítik a kézi gyártású fatollakat, de előbb... A tyúkok párzás nélkül is tojhatnak tojást. Kakas híján a keletkezett tojás megtermékenyítetlen és étkezésre alkalmas lesz. A héjszint a tyúk fajtája határozza meg. Függetlenül attól, hogy a tojás héja barna vagy fehér, belül minden tojás egyforma. Minden a tojásgyárakban kezdődik, ahol a jércék 19 hetes korukban kezdenek tojni. Az épület jól szellőztetett, a hőmérséklet és a páratartalom állandó. A tojásrakás elősegítésére fluoreszcens megvilágítással 15 órás, mesterséges nappalokat tartanak fenn. A tyúkok naponta háromszor meghatározott mennyiségű, többféle gabonából álló takarmányt kapnak, amelybe fehérjedús szóját, vitaminokat, ásványi anyagokat és tojáshészilárdító kálciumot kevernek. A tyúkok a ketrecükre szerelt önitatóból vizet is isznak. A gondosan ellenőrzött körülmények célja a tojáshozam csúcs szinten tartása, amely éves átlagban 300 darab tojónként. A tojóketrec alja lejt, így a tojások maguktól a szállító szalagra gurulnak. Onnan egy nagyobbra kerülnek, amely a csomagolóba szállítja őket. A tyúk ürülék a padlórácson át egy szállító szalagra hull. Még így is előfordul azonban, hogy néhány tojás bepiszkolódik. Ezeket alaposan megmossák és fertőtlenítik. A tojásokat automata helyezi a műanyag tojástálcákra, vastagabb végükkel felfelé. Így a sárgájuk középen marad. A rekeszek hűtőterembe kerülnek mindaddig, amíg hűtött teherautóval el nem szállítják őket az osztályozóba, amelynek feladata a minőség szerinti válogatás. A legjobb A-osztályú tojások az élelmiszerboltok polcaira kerülnek. A többiből élelmiszer és gyógyszeripari anyagokat és például sampont állítanak elő. Ez a szupergyors automatizált osztályozó óránként 144 ezer tojást dolgoz fel. Először egy pneumatikus berendezés a tojásokat a tálcáról átrakja egy szalagra, amely a tojásmosóba vezet. Itt a tojásokat mosó és fertőtlenítőszerrel 45 fokon óvatosan megsikálják. Melegebb vízben a tojások megfőnének. Ezután 5 másodpercre a szárítóba kerülnek, ahol a nedvesség elpárolog. A tojásokat ezután erős fény fölé viszik, amely megmutatja a héj állapotát. A dolgozók a vizuális ellenőrzés során eltávolítják a repetteket. A szalag fölé szerelt kamerákkal a tojás belsejének állapotát és minőségét figyelik. Más kamerák azt ellenőrzik, tartalmaz-e a tojás vért. A tojáshéj erősségének mérésére akusztikus érzékelővel koppintják meg a tojást. A törékeny héjúakat az eltérő hang alapján választják ki. A minőségellenőrző gépek a nem megfelelő tojásokat megjelölik és eltávolítják.
A jókat elektronikus mérlegen, tömegük szerint a kicsitől a nagyig osztályozzák, majd nyomásérzékeny gépújjak az ennek megfelelő csomagoló helyre viszik. Útközben a minőségbiztosítás érdekében mindegyikre ráütik a tételszámot. A csomagológép a dobozokra 35 napos fogyaszthatósági dátumot bélyegez. Mint minden élelmiszeripari terméknél, itt is viták folynak az áru minőségéről, valamint az érintett állat életminőségéről. Ha fenntartásaik vannak, legjobb házi vagy biotojást vásárolni. Ez önnek is és az állatnak is jobb. A tollkészlet klasszikus ajándék születésnapra, diplomaosztásra vagy előléptetéskor. Nem az eldobható golyós tollakról beszélek, hanem a tollak Rolls-Royce-áról, a vékony fémből vagy egzotikus fából készültekről. A hasított végű madártollat körülbelül időszámításunk szerint 700 óta használták. A végét minduntalan tintába kellett mártani, s bár gazdaságtalan volt és folyton pacázott, több mint 1000 évig ezzel írtak, egészen 1884-ig. Ekkor egy amerikai feltalálta a tintatartályos töltőtollat. Az igazi forradalmat azonban a magyar bírótestvérek által 1938-ban szabadalmaztatott, könnyen használható golyóstoll jelentette. A kézművesipari fatestű tollak készülhetnek egyetlen fából, vagy több fa kombinációjából. Itt 50 fajtát használnak, a juhartól és a tölgytől, a rózsafán, íbenfán át, az olajfáig és a paliszanderig. Ha egyféle fát használ a mester, a fa tömbből szalagfűrésszel egy 15x15 mm széles hasábot vág le. Ezt a hasábot körfűrésszel két, egyenként körülbelül 5 cm hosszúságú részre darabolja. Ebből lesz a toll felső és alsó burkolata. Állványos fúrógéppel a két darab teljes hosszában egy-egy hozzávetőleg 7 mm-es furatot készít. A többféle fából készülő toll kissé munkaigényesebb. Különféle eltérő árnyalatú, vékony falak összeragasztásával előbb egy tömböt kell készíteni. A ragasztó megszáradása után gyaluval eltávolítják a felesleget és sík felületet hoznak létre. Ezután, mint az egynemű fatömb esetében, 15x15 mm-es hasábokat készítenek, csak hogy most átlósan, hogy mindegyik hasábban látszódjék a többféle anyag. Ezekből is kivágják az alsó és felső burkolatnak való darabokat, és átfúrják őket. Innen a munkafolyamat egy és többféle fa esetében is azonos. Két sárga rész csövet ragasztóval vonnak be, és bevezetik a hasábok furataiba. Pár csepp víz hatására a ragasztó megduzzad, és kitölti a fémcső és a fa közti legkisebb üreget is. A részcsövekbe kerül a toll szerkezete. A ragasztó úgy egy óra alatt köt meg. Ezután kézi csiszolóval eltávolítják a kifolyt ragasztót és a tömböt derékszögűre csiszolják. Most a művészi rész következik. A fát esztergálással munkálják meg. Az esztergályos lekerekíti a fát. Majd különféle szerszámokkal egyedileg díszíti a darabokat. A súrlódáskor keletkező hő megbarnítja a fát és kiemeli a barázdákat. A díszítés elkészülte után a mester csiszolószállal húzza ki a barázdákat.
háromszor, egyre finomabb dörzspapírral csiszolja le a felületet. Kemény fapadlólakból négy réteg védőbe vonatot visz fel a tollra. Minden réteg előtt lecsiszolja az anyagot. Az utolsó réteg száradása után következik az összeszerelés. A toll csúcsát először a csővégbe ragasztják, és megütögetik, hogy a helyére kerüljön. Az anyaga titán, amely igen szívós anyag. Ezt követi a szintén titánból készült fülberagasztása a felső toll részbe. Végül satúval belesajtolják a toll szerkezetét. A szerkezetben a cserélhető tollbetét kap helyet. A két részt titángyűrű köti össze. A tollat gravírozással tehetik személyre szabottá. Kedves gesztusként a díszdobozon helyet kaphat még a megajándékozott neve is. Magyar szöveg Gáspár Brian, narrátor Kárpáti Levente. A magyar változat munkatársai Rosenman Péter, Vígvári Ágnes, Mester Ágnes, Bozi Barbara, Hegyi Eszter. A magyar változatot a Discovery Europe megbízásából a Digital Media Services készítette.